Csak 96 órán van arra, hogy legyőzzem Nitrous Oxide boss fightot az új Party Mode játékmódba, mert akkor meg fogom kapni jutalomként ezt az effektet a karakteremre. Először is Catbattel indultam el neki, 31 lufit kell nekünk szétpukkantani, de nem mindegy, hogy miért. Az első hullámban simán nagyokat, a következő hullámban nagyokat, illetve ilyen többszöröseket, amiken most ugrálok, és hangjegyeket, amit már megcsináltak nekünk. Aztán a következő adagnál már kiegészülnek a kocka alakú lufikkal is, de mi Catbattel megyünk ezzel a trükkös lehasalással, amivel mi gyorsabban el tudjuk érni, így bizony pontosan azokat a lufikat, amik kellenek. 4 csillag. Második hullámban kiegészülnek a lufik a kicsi lufikkal, kicsi ilyen gúla alakúak, amin most fogok átpattogózni, 5-öt kellett nekünk az első alkalommal, és utána megyek a további szükséges lufikra. Jók a csapattársak, már is következő adaggal vagyunk. Azt látom, hogy kellenek a kockák, de oda mennek, úgyhogy megyek a többszörös ilyen csomag lufikhoz, ezeket így lehetne talán nevezni, 3 kell belőle, kész, és a kockát is megszerezték. Továbbiakban kicsiből kell 10 darab, és aztán az ilyen hangjegyből kell még néhány. Én megyek a kicsikre, BUM! Újabb 4 csillag. Harmadik hullámban jönnek a csillag alakú lufik, és jönnek még az ilyen fánk alakú lufik is, felugrok, és egyből fordulok hátra, mert 2 csillag alakú kell, ami itt van elrejtve, vagy hát nem annyira elrejtve, de itt vannak. És egyébként a lufik mindig ugyanolyan formában vannak elhelyezve, úgyhogy azokat lehet figyelni, és azt is, hogy miket kérnek. Itt vannak ezek a fánk alakúak, 3-at kér tőlünk a következő kérés, én 2-t megszereztem, megyek egy 5 másodperces segítségért, és utána pedig jöhet az a 3 darab lufi, amit még kér. Van 1 darab kocka, az is meg volt, kell 4 darab csillagos, jövök 2-ért, a másik 2-t remélhetőleg a csapattársak megcsinálják. Úgy látom, hogy azt teljesítették is. A csomag lufikból kell még 1 darab, azt mondja, remélem ráugrik. Hát remélem, mert én jövök az 5 másodpercért, de kész. A negyedik hullámnál kell a boss-t is feloldani 5 tokennel, és itt vannak az ilyen mega TNT-s lufik is, tehát akkor kezdünk egy TNT ugrással, és utána 8 darab sima lufi ráugrás. Kész, a sima lufik megvannak, egy TNT-re még ráugoltok, vagy akkor jövök addig 1 tokent felveszek. Aztán jönnek a kockák, jönnek a fánkok, és továbbra is a TNT-sek, úgyhogy megyek már is TNT támadás. Ah, úgy látom, Cortex ebben segített nekünk. Jó, mehetek és nézhetem tovább, merre, hogyan TNT-zünk. Itt van egy, rendben, és az időre is figyelni kell lesz, de még amire figyelek, hogy hogyan, merre közelítsem, merre vannak még ami jók. Hát akkor felveszem az 5 másodpercet, és itt lesz. Jó, egy, aztán odalent még egy, de nagyon ketyeg az óra, nagyon figyelni kell, sőt, kell még boss token is, bal felső sarokba írja, hogy 3/5, köszönjük, hogy felvetted, de még kell, akkor 2 darab token, csillagokból megvagyunk, hol van még, ha, hallottuk, akkor menjünk azért az időért, 15 másodperc kotyog, TNT-t kérek, és aztán úgy haladok tovább, hogy... Oké, itt egy 5 másodperces, 1 token kell még, mert 4/5-nél tartunk, de már csak ez az egy kocka lufi kell, úgyhogy gyorsan menjek el, gyorsan el kell menni nekem ezért, hopp, megvan, jó, és akkor összetörik azt a kockásat. Hey, Tördösz, ott vagy! Yes! Boss wave, mert megvan mind az 5 token, úgyhogy Oxide érkezik, és 5 kell legyőzni. 3, 2, 1, rajta. Na szóval, Oxide-ot középen, mi pattogunk föl, és akkor jöhetnek azok a bizonyos rakéták. A bossokat rakétákkal kell általában legyőzni, úgyhogy tegyük is meg, pattanjunk rá a rakétára, és akkor kapunk egy bizonyos sebzést, ami elindul Oxide-ra. Ő viszont nem bánt minket, dehogy nem. Robbantja fölfelé azokat a lufikat, amivel mi el tudunk jutni a rakétákig, úgyhogy lehet, hogy bajba leszünk, de törekedjünk arra, hogy idő legyen rá, mert a legnagyobb ellenség ezekben a party játék módokban az az idő, hogy lesz-e idő arra, hogy mi legyőzzük, illetve teljesítsük a kívánalmakat, amit a party mode és hozzátesz a mi kérésünkhöz. Tegyük akkor egy rakétát ide,
utána. Ó, de jó volt az a kis 5 másodperc. Menjünk hátra, gyerünk. Még egy rakéta, már kevesebb, mint fél életpontja van. Leestünk, 10 másodperc, nem sikerült felpatogni, de megyünk tovább. Egy patogás ide. Hol van még a másod... Ne! Gyerünk, még a csapattársak mentik megfelé. Mentik meg... Ó, én is most jövök, mentem megfelé az időt. Jó, 5 másodperc. Oda hátra nem mész, majd én megyek. És győzelem, meg vagyunk! És akkor megkaptuk ezt a Balloon Barázs score effektet. Ezzel lehet most már pontozni. Gratulálok mindenkinek, akinek sikerült 4 nap alatt.